Na és akkor ugye kiforrasztottam a 6502-t, hát ezt majd lepucolom, feltéve, ha jó lehet még, ugye ez mindjárt kiderül. Ugye itt van egy másik 6502, ez egy CM630P jelű, ugye ez egy bulgár 6502-es, ezek valószínűleg jó, ezért én úgy tudom, hogy ez a processzor biztos, hogy jó. Úgyhogy ezt én ide berakom. Ugye ő lesz a 6502 helyett. Rákötöm a tápot, és akkor most mindjárt kiderül az igazság. Ugye ezt így kell rádugnom, úgy. Bekapcsolom a szkópot. És hát ugye elkezdjük nézni. Itt rögtön elkezdem majd felül a nézni az adatlábakat, mert ugye a vagy illetve nézzük a 9-től, 1, 2, 3, címlábakat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ez a címláb, ugye megnézzük, elindítom, bekapcsolom, ezen a címlábon megy a forgalom, ezen megy, ezen is megy, ezen is van valami, de egy kicsit kisebb, ez megy, ez szintén, ez is, és ez viszont nem megy. Ez a 19-es láb, azt mondja, hogy ez a 19, ez az A10, ez az A10, ez nem megy, az A10 nem megy, ez teljesen meg van ülve, mint az iszap. Nézem csak meg itt, a 20-as lábozni, az a azt hiszem a 20-as láb nincsen bekötve, de lehet, hogy az is be van. Az megy. A 21-es az biztos, hogy nem. 22-es. Ott is olyan gyenge a jel. Meg itt is. 23-os is. A13. Na, ezek szerint most nagyon úgy fest, hogy nem a processzor a hibás. Jó. Okés. Mindegy. Ezt egyelőre benne hagyom. Úgy néz ki, hogy ő lehet, hogy nem hibás. Na nézzük meg, hogy mi lehet a probléma ezek után. Kivesszük a romot. Most kíváncsiságból kiveszem a romot, és megnézzük rom nélkül, hogy ez az A10 mit csinál. Hú, de nagyon benne van. Megnézzük, hogy ez az A10 mit csinál. Ugye ez az A10 az a 19-es láb. Ez. Megnézem, hogy ez most így mit csinál. Aha. A rommal lenne problémája? Hát pedig az az érdekes, hogy a rom az pedig jó. Ez most nagyon érdekes számomra, pedig a romot azt most írtam meg, tehát ez a rom az elvileg jó. És ugye még a lábkiosztása is jó, tehát... És mégis olyan, mintha megültetné magát. Mintha megültetné azt a lábat, azt a címlábat. Nagyon érdekes. Nézzem csak meg. Lábkiosztást. A10. Nézzük csak egy olyat, keresek itt valahol, hogy... A27C256. Nincs itt valami láb probléma? A10. 21-es láb. Valahogy nem volna lábkompatibilis az eredeti rommal? Elképzelhető. A10-21-es láb. Nézzem csak meg. Ugye multiméter.
A10, 21, ugye ez az A10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hát pedig az az. 21. Az jól van. És ezt teljesen egyértelműen megülteti az A10-et. Azt ülteti meg, ugye A10, 21, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21-es láb. Nézzük meg, ha elindítom, mit csinál. Egy pillanatra elindul, és megül az a láb. A10. Ezt meg kell néznem, hogy az A10 hová csatlakozik még a kapcsolási rajzba. Mert ez biztos, hogy így nem normális dolog. Jó. Tehát meg kell keresnem az A10-et, megkeresem, hogy hová megy az A10-es láb, és akkor folytatom innen a videót. Na és hát a következő a helyzet, per pillanat. Kivettem a másik 1571-ből is az alaplapot, hogy meg tudjam nézni igazából ezt az IC-t, ugye ez egy Gateway IC, ugye ez a fő oszcillátor, vagy fő, hát nem fő oszcillátor, pedig úgy jelezi, hogy master oszcillátornak hívja, de tulajdonképpen ugye a különböző RAM-szelektet, IO-szelekteket ez az IC végzi, működik. Tehát nem ezzel van a probléma. Megnéztem a másik alaplapnál, hogy mit csinál ez az A10-es láb, hát igen, annak működni kell, tehát ez biztos, hogy probléma. Tehát megpróbál elindulni maga az egész, de valamiért ledöglik. Néztem, hogy a hiányzott belőle ez a 74 F32 van benne eredetileg, kipróbáltam különböző LSI32-vel, HC32-vel, HCT-vel, ugyanaz a jelenség. Hát elvileg egyébként jónak kell ide lenne a sima LS32-nek is. Ugyanez a probléma, elindul, egy pillanatra látszik, hogy próbálna indulni a gép, és ledöglik. Ugyanez az A10-es vonal is. Nem nagyon értem most mert pillanat, hogy mi lehet ez. Nincs semmi az A10-es vonalon olyan, ami megülteti, tehát nem az A10-es vonal ül meg, hanem úgy összességében döglik le az egész, valami oknál fogva. RAM jó, ROM jó, CIA IC jó, processzor biztos, hogy jó. Ez az IC jó, kipróbáltam. Ha magát a VL1772 van, ennek a hiányával működik egyébként maga az alaplap, tehát elindul, tehát ugye ha ez nincs is benne, ennek akkor is menni kellene magának ennek az A10-es vonalnak. Most ugye a következőt fogom tudni csinálni per pillanat, ugye itt okozhat például ilyet még ugye a két VIA IC, lehet, abból egy van nekem, igaz nem ez a Rockwell-es, hanem ez a SC6522, de ezzel egyébként ezzel nincs gond, mert ez elvileg jó. Ez az IC, másik processzorral is kipróbáltam, tehát biztos, hogy nem processzor probléma. ROM-ot is kipróbáltam, tehát a ROM is jó, mert a másik gépben, vagy a másik alaplapon működik azzal a ROM-mal is. Igen, most ez egy elég érdekes történet, hogy mi lehet most itt még a probléma. Nehéz ügy, mert nem tudok nagyon rájönni, hogy miért döglik le. Csak a következőt találtam ki, amit meg tudok csinálni. Egy kicsit ilyen sziszifuszi munka lesz, de hát nem tudok jobbat kitalálni. Nekiállok, kiszedem a logikai IC-ket, és ugye ez nem, annyira nem ördöngős dolog, viszonylag azért könnyen ki lehet szedni őket, és szépen egyesével elkezdem, kiszedem, és megnézem, hogy esetleg nem-e valamelyik logikai IC okozza ezt a problémát, mert az is okozhat. Tehát logikai IC hibája is okozhat ilyet, hogy valamelyik jel nem érkezik meg oda, ahova kell, és az is okozhat ilyen hibát. Csak most így eléggé nehéz lenne megállapítanom, hogy melyik az az IC, amelyik ilyen hibát tud okozni. Meglátjuk. Most azt gondoltam, hogy ezzel fogok próbálkozni. Hogyha ezek nem mennek, akkor marad a két 6522, és akkor meglátjuk, hogy akkor kifeszem ezeket is. Hát a legrosszabb forgatókönyv az, hogyha ez a középső Gateway hibás, vagy ez a hibrid IC-t, akkor vagyok a gondban, mert ezeket nem tudom pótolni.
Tehát remélem, hogy nem. Nincs kedvem cserégetni. Ugye meg lehetne tenni, hogy kiszedem ezt is, meg ezt is kipróbálom másik alaplapba, de hát akkor onnan is ki kell forrasztani. Az elég nagy munka, ezt nem nagyon szívesen csinálnám. Úgyhogy először az egyszerűbbeket próbáljuk meg megcsinálni. Tehát megnézem a logikai IC-ket, és meglátjuk, hogy hát ha valamelyik logikai IC okozza ezt a problémát, valamelyik inverter, vagy valami ilyesmi, valami jelet nem kap meg, és azért áll meg, nem tudom. Jó? Ezt nem fogom kamerázni, azt gondolom, mert ez megint egy ilyen eléggé olyan munka, hogy ilyet már láttunk, IC kiszedést, meg visszarakást. Én azt gondolom, hogy kiszedem, ha valami eredményre jutok, vagy ha nem jutok is eredményre, akkor majd ott folytatódik a videó. Ebbe. És keresem tovább a probléma forrását, hogy mi lehet ez a gond, miért döglik ez le. No, tehát itt tartok most per pillanat, hogy lássátok, hogy közben hol járok. Ugye ezeket a logikai IC-ket mindet átraktam foglalatba, megnéztem, hogy ezekkel nincs-e gond. Igazság szerint úgy néz ki, hogy ezekkel egyébként semmi gond nincs, ez teljesen jó. Utána jöttek, mivel ezek unél nem találtam, hát ugye jöttek volna ezek a logikai IC-k, mondom, jó, nézzük meg, itt a kapcsolatban kivettem ugye ezt a VIA IC-t, ezt a 6522-t, eljött tettem be egy másikat, semmi változás nem eredményezett. Időközben sikerült egy processzort kinyírnom, úgyhogy visszaraktam a gyárit, ugyanaz a hiba, tehát ugyanúgy megvan a probléma. És akkor, na mondom, hogyha már ezt kivettük, akkor vegyük ki ezt a másik VIA IC-t is, és akkor mutatom, hogy mi van. Ez egyébként valószínűleg jó, ez a VIA IC, vagy pedig mind a kettő rossz volt benne, mert az is elképzelhető, de nem hinném egyébként, sőt, gyanítom, hogy ez a másik is jó egyébként. Ezt kivesszük ide, és akkor nézzük meg, hogy most mi történik, hogyha tápot adok, ugye itt a 10-es lábra teszem a oszcilloszkópot, és látjuk, hogy gyönyörű szépen megjön a forgalom. Következő lábon és az előtte lévő lábon az a ritkás tüske van, tehát ez nagyon úgy fest, hogy ez így ilyenkor most elindul és működik. Ugye ugyanez a jel volt a másik működő lapon is teljesen. Tehát úgy néz ki, hogy enélkül elindul az alaplap, vagy legalábbis a processzor része most már úgy néz ki, hogy működik. Viszont ugye ez a VIA IC, ez a bemeneti portot vezérli. Na most itt még biztos, hogy valami gond van. Azért, mert ez a VIA IC, ez ugye itt volt benned, vissza is rakhatjuk egyébként a helyére. Tehát megnézhetjük úgy is még esetleg, hogy a saját helyén mit produkál. Ugye ezt innen vettem ki azt a VIA-t. Ez erről sem tudom egyébként tökéletesen, hogy jó-e, mert bontott alkatrész. De hát rakjuk ide vissza ezt a VIA IC-t. Ugye ez itt volt helyileg. Nézzük meg, hogy most működik-e a 10, és látjuk, hogy teljesen jól ugyanúgy működik, ugye az A10-es lábon is most már megy az adatforgalom. Tehát ez valószínűleg jó. Ezt még nem tudom, hogy jó-e. Ami történt biztosan, hogy ezt sikerült tönkretennem, ezt a processzort. Kipróbálhatjuk egyébként. De valószínűleg, hogy azt tönkretettem, vagy legalábbis semmi életet nem mutat, vagy nem mutatott egy-két lábon életet, az A10-en egyáltalán nem, úgyhogy, de megnézzük. Nem biztos egyébként, nem biztos, de megnézzük, hogy ugye, de működik. Tehát érdekes, hogy nem teljesen ugyanolyan ez a bolgár processzor sem, tehát ez is úgy néz ki, hogy lehet, hogy jó. Akkor jó, akkor lehet, hogy működik ez is. Mindegy, visszarakom bele az eredetit. Szóval most a következő lesz, mielőtt most már ezt nem is nagyon videózom, most elkezdem megint. Van még itt 1, 2, 3, 4, 5, 6 logikai IC. Hát elkezdem egyesével. Kiveszem, megnézzük, visszarakom a VIA-t bele, és akkor meglátjuk, hogy melyik okozhat még itt problémát. Ugye ez most ez ilyen, ez egy picit ilyen sziszifuszi munka. Ugye igazság szerint innen indultam el, ha innen indultam volna el, lehet, hogy hamarabb célt érek, mindegy. Igazából nem is ez volt a lényeg itt. A lényeg az, hogy valami úton, módon próbáljunk ebbe életet varázsolni. Van most már azért haladás,
Valami hiba biztos, hogy itt ezen a részen található. Gyanítom, hogy valamelyik logikai IC lesz még egyébként a ludas ebbe a dologba. Valószínűleg valamelyik logikai IC. Az érdekesség a történetben azért az, hogy ha olyan processzort teszek bele, tehát hogyha nem ez a bolgár processzor van benne, hanem mondjuk egy más, kiveszem ezt a 74L-es 14-es IC-t innen, akkor elindul. De nem tökéletesen ez a jel, és érdekes módon akkor, ha rákötöm magára a Commodore 128-ra, akkor már nem az van, hogy device is not present, hogy nincs jelen, hanem akkor folyamatosan a searching van, tehát ugye akkor már valami kommunikáció van, de nem az igazi. Innen is gyanítom, hogy valami itt ülteti meg ezt az egész történetet. Tehát valami itt a bemeneten megülteti ezt az egészet, és valószínűleg tartom, hogy az a probléma oka. Jó, mi azt kizárt, hogy nem-e valami resetbe tartja, vagy valami, bár reset láb az jól működött. Jó, minden esetre folytatom minden tovább, és akkor ha megvan a hiba, akkor pedig jelentkezem a további akkal. Na és akkor itt lennék, folytatjuk a dolgot. Úgy néz ki, hogy ő a bűnös, ez egy 74L-es 14, és mégpedig len ez az U15-ös integrált áramkör volt. Egyelőre úgy néz ki, most így ennek a cseréjével, ezt ki is dobom, ennek a cseréjével úgy néz ki, hogy működik a lap, tehát mennek az adatvonalak, minden úgy néz ki, hogy működik. Nem próbáltam még ki a mechanikával, most fog az következni, hogy rárakjuk a mechanikát. Meglátjuk, hogy van-e más egyéb hiba, tehát átjövök ide, itt van a mechanika, összerakom itt ezzel a mechanikával, és ugye mindjárt rövidesen ki fog derülni az, hogy ez a történet, ugye mivel mennyire lesz jó, nem tudjuk, mindjárt kiderül. Azt mondja, hogy ugye volt egyszer egy olyan probléma, hogy állandóan ment a motor. Ugye a ledek jól gyulladtak ki, csak a motor ment állandóan. A mechanikával. Ugye kell nekünk ez a tápegység. Ugye erről kapja a tápot. Ugye itt van nekünk a tápunk. Jól van rácsatlakoztatva, itt vannak a ledek, itt van ugye a mechanika, jó, ez elvileg így rendben van, monitor működik, berugunk egy 128-at, és akkor most az történik, hogy bekapcsoljuk ezt a mechanikát, megnézzük, ugye el kell adni a lednek, a motornak el kéne, le kéne állni, nézzük. Motor még mindig nem áll le. Ez nem jó így, tehát a motornak le kellene állni. Motornak le kéne állni. Tehát a LED az elalszik jól, de a motornak le kéne állni. Mindegy, nézzük meg, hogy... Valamit próbál csinálni, tehát valamit próbál csinálni, de ugye nem ment. Na, azt mondja, tegyünk be egy lemmel, és leállt a motor egyébként. Tehát az érdekes, hogy leállt a motor, meglátjuk. Berakunk egy lemezt. Motor most elindult. Leáll. Na nézzük egy directory-t. Olvas, vagy legalábbis olyan próbál. Lehet, hogy ez a lemezen nincsen semmi egyébként. Jó. Nézzünk egy olyan lemezt. Hibát nem dobott, tehát valamit csinált. Nézzünk egy olyan lemezt, amin biztos bizonyára, hogy van valami, mert ez lehet, hogy ilyen tesztlemez volt. Na nézzük, ezen biztos, hogy van program. Na nézzük. Ez az! És olvasd, gyerekek! És olvas, és ott van, és beolvasta. Ez az. Ez az. Kicsit nehezen, de beolvasta. Kicsit nehezen, de beolvasta. Na most,
akkor viszont nézzük meg, hogy mondjuk most be tud-e tölteni egy programot, mondjuk nézzük meg ezt. Kicsit a fej érdekes mozgásokat végez. Ezt most nem tudom, hogy mire véljem. Egy picit a fej ilyen érdekes mozgásokat végez, de tehát valamit már csinál. Olyan, mint hogyha nem találná ez, vagy valamit keresne, de nem találná az elejét a lemeznek. Tehát valami még nem az oké, nem teljesen jó. Tehát lehet, hogy itt még valamelyik logikai IC-vel lesz baj. Azt a bad disk error. Uh-huh. Tehát itt még valami még van, nem, valami nem jó. Nézzük meg a teszt kedvéért. A másik elektronikával, én azt gondolom, hogy megnézzük a másik elektronikával a mechanikát, hogy megbizonyosodjak arról, hogy a mechanika jó. Mert ugye azt azért tudni kell, hogy ugye ezt azért elég erőteljesen tákoltuk ugye ezt a mechanikát. Uh-huh. Látjátok, ez be is kapcsol, rögtön le is áll. Itt valamit nem érzékel még a másik elektronikánál, tuti. Nézzük. Látjátok, a fej rögtön beállt. Tehát ez biztos, hogy a mechanika biztos, hogy jó. Itt nem, itt az elektronikával, a másikkal még van valami probléma. Rendben, ezt nem is tesztelgetem tovább, mert az biztos, hogy még ott valami gond van. Jó? Innen folytatjuk a történetet. Na hát, egy nagyon szomorú dolog történt itt ebbe a javításba. Kiderült, hogy hibás ez a hibrid. A fejnek a bemenetéről van egy, hát szerintem szakadás lehet a hibridben. Van a jó alaplapom, kivettem belőle, mert ott mérve volt egy probléma, és kipróbáltam ezzel a hibriddel, ezt nem videóztam le, kipróbáltam az alaplapot ezzel a hibriddel, és teljesen jól működik. Tehát jó lenne az alaplap, mutatom, hogy mi a jó hibridnél, hogy ez itt ez az ötödik láb, ötös, kettes láb között tudok mérni 2,9 voltot dióda mérésbe. Ugye ez a jó. Ha megnézzük ezt a másik hibridet, ugye itt egyszerűen szakadás van. És ugye meg lehet nézni a többi lábat is egyébként, de a többi lábnál azt hiszem, hogy itt nincsen semmi ilyesmi. Hát első ránézésre ez tűnik egy problémának. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy tudok ezzel bármit is kezdeni. Nem fogom feladni, meg fogom próbálni óvatosan leszedni, mert ugye ez gyakorlatilag egy nyomtatott áramköri lap, ami be van olvasztva, és ezen alkatrészek vannak. Ez igazából két nyomtatott áramköri lap van összerakva, így, és át van, tehát ez ráadásul szét is nyitható, tehát ez itt felül össze van drótozva. Tehát, hogyha nézzük itt, ez így felül össze van drótozva, így át van fordítva, tehát ez szétnyitható. Tehát elméletileg ez egy SMD áramkör. Hát meg fogom próbálni óvatosan leszedni itt ezt a dolgot róla, valahogy lekapirgálni, és meglátom, hogy nem találok-e itt valami SMD alkatrészt, ami esetleg szakadt lenne. Itt az valószínűleg egy integrált áramkör, hát ha csak nem ebbe megy bele. Hát ha itt is van a hátulján, mondjuk ez már lehet, hogy máshová megy, meg fogom próbálni. Hát ezzel már túl sok mindent nem tudok kezdeni, mert ez így ebben a formában biztos, hogy hibás, és ugye emiatt nem megy alapvetően a meghajtó, emiatt küszködik. Lehet, hogy itt egyébként éreztem én is egyébként, amikor bekapcsoltam néha ilyen melegedést ezen a részen, hát nem tudom. Ha nem, akkor valonnan egy ilyet meg kell próbálnom keríteni. Ez a H36A2U57, azt hiszem ugyanaz a típusa ennek is. Így van. Az ugyanaz.
egy ilyen hibridet meg kell próbálnom valahonnan keríteni. Hát nyilván az a baj, hogy ez csak bontott ilyen meghajtóból lehet. Ha valakinek van teljesen roncs meghajtója, és abból kibontott ilyet, akkor lehet ilyet esetleg találni. Hát ez szívás. Ez most úgy elég erőteljesen meg fogja szakítani itt a műveleteket. Na, mindegy. Megnézem mikroszkóp alatt, és megnézem, hogy tudok-e valamit kezdeni ezzel. Folytatnám akkor ennek a 1571-es lopi meghajtónak az alaplap javítását. Ugye ott fejeztem be, hogy eléggé elszomorodtam, miután nagy nehezen sikerült életet verni ebbe az alaplapba. Sajnos kiderült, hogy ez a hibrid áramkör, ez egy hibrid integrált áramkör hibás maga az alaplapon. Sajnos ez olyan olvasási hibákat eredményez, amivel nem lehet nagyon megbirkózni. El is szomorodtam, és eléggé reményt vesztve próbáltam utána nézni, hogy vajon fogok-e tudni ilyen hibrid IC-t szerezni. Ugye abból indultam ki, hogy ezek az áramkörök eléggé egyediek, és nagy valószínűségnek tartottam azt, hogy ezt nem is használták csak a 1551-es, 1571-es floppy meghajtóba a Commodore-ék. Úgy ennek a beszerzése újonnan teljesen reménytelen vállalkozásnak tűnik, viszont használtam, mondom, majd megpróbáljuk, hogy hát ha valaki bontott ilyet, és esetleg akad valakinél egy ilyen bontásból származó hibrid áramkör, megmondom őszintén, elég reményt veszve próbáltam, és elég kicsi volt a hitem, hogy ebből sikerül bármit is alkotni. Aztán picit meg is lepődtem, miután elkezdtem keresni ezt az áramkört, hogy kiderült, hogy ebből az áramkörből még újat is tudok vásárolni. Ugyanis legnagyobb meglepetésemre kiderült, ezt én sem tudtam, hogy ezt a hibrid áramkört bizony nem csak a Commodore floppyban használták, hanem videómagnókban is, mégpedig le, ugye ennek az áramkörnek az elsődleges feladata a fej erősítés, tehát a fejnek a jeleinek az erősítése. Ugye belegondolunk, hogy mi a közös egy floppy meghajtóban, meg egy videómagnóban, hát ugye az, hogy mind a kettő mágneses elven tárolja ugye az adatot, meg az információt. Egy átlag videómagnóban szintén két darab fej található, mint a 1571-es floppy meghajtóban, és ilyen tulajdonképpen teljesen ugyanaz a működési elve, a rögzítés, illetve az adatolvasásnak az elve, és használták bizony-bizony videómagnóban is ezt a hibrid áramkört. Gyanítom, hogy egyébként a Commodore is innen vette ezt az IC-t. És legnagyobb szerencsémre kaptam belőle vadonatújat ebből a hibrid IC-ből, úgyhogy vásároltam is belőle. Nyilván ez valamilyen elfekvő készletben van az adott üzletben. Volt belőle, vettem belőle, igaz nem olyan típusút, illetve nem ugyanolyan gyártmányút, mint az eredeti, mert az eredeti az kiderült, hogy ez Panasonic volt, viszont Akait sikerült vásárolni, vadonatúj jött belőle. Egyébként, ahogy láttam, külföldi oldalokról is próbálják ezt elég erőteljesen beszerezni, és sokan is fel is linkelték, és ezt az oldaltól ez a magyar üzletben található volt ez az IC. És az igazság, hogy még az ára sem volt megfizethetetlen, mert most pontosan nem tudom menni, de ilyen 5000 forint környékén volt az IC, tehát igazából nem ilyen rettetes elképesztő összeg. Azt gondolom, hogy a maga floppy meghajtó értékéhez képest ennek az integrált áramkörnek az ára annyira nem magas. És tulajdonképpen most ezt az IC-t fogjuk kipróbálni, nagyon remélem, hogy fog működni ebben az alaplapban. Ugye a következő, ugye ebbe az alaplapban én beszereltem egy foglalatot, azért, hogy ki tudjam próbálni a másik hibrid IC-vel. Most ugye ez a foglalat benne van ebben az alaplapban, de ez nagyon jó, mert így a próba kedvéért elemes egyszerűséggel csak belerakom ezt a hibrid IC-t ide a foglalatba. Ugye most ezt másképp nem is videózom, csak így veszem. Ugye itt van a hibrid IC, ugye ezt nem lehet fordítva berakni. Ugye ez a foglalat, most megmondom őszintén, hogyha jó bele fog sikerülni tenni, akkor lehet, hogy ez benne is marad a foglalat egyébként. Azt tudnék, hogy sajnos ennek az IC-nek a lábkiosztása nem pontosan ugye 1 inch, tehát nem 2,54 mm, hanem egy picit másabb, emiatt egy kicsit olyan feszülős. Hát megpróbálom bele rakni, nem tudom, hogy fog-e sikerülni. Lehet, hogy kitakarom egy kicsit a kamerát, nem tudom megmondani nektek pontosan, hogy ez hogy fog tudni ide belemenni. Óvatosan próbálom, mert nem szeretném elhajtani a lábait, vagy véletlenül letörni. Úgy látom, hogy benne van. Ugye itt van a foglalatban benne az IC, ugye meg is van így döntve, mint eredetileg, megdöntöttem egy kicsit. Hát most gondolkozok rajta egyébként, hogy benne hagyjam a foglalatot, mert az igazság, hogy tulajdonképpen így is
Jó. Nincs jelentősége szerintem, hogy nincsen beforrasztva. Lehet, hogy így hagyom. Majd meglátjuk. Lehet, hogy valami pici kis műanyag ragasztóval itt rögzítem, hogy véletlenül se tudjon kicsúszni, akár ilyen meleg ragasztóval, vagy valamivel picit itt megrögzítem, hogy ne tudjon belőle kicsúszni, és akkor szerintem ezzel nincsen semmi gond, hiszen az integrált áramkörök is ilyen foglalatban vannak. Most ezek után semmi más nem fog következni, mint összeállítom megint a floppy meghajtót, és csinálunk egy tesztet, hogy működik-e a mechanikával ez a floppy meghajtó. Mielőtt összeraktám, azért mutatok még egy dolgot, tápegység. Ugye láttátok, hogy most ezzel a picike tápegységgel tesztelem magát a 1571-es drive-ot, és mondtam is, hogy tulajdonképpen elegendő az áram, amit ki tud belőle hajtani, de azért azt gondolom, hogy ez a tápnak a határát súrolja annak a kis tápegységnek, ezért beszereztem egy picit komolyabb tápot magához, ez a floppy meghajtóhoz. Ez se volt retteltesen drága, ez is ilyen 5-6 ezer forint környékén volt, ez egy jóval nagyobb teljesítményű Manville táp, és azt gondolom, hogy ez sokkal jobb minőségű. Igazság szerint ez is, azt is azért vettem meg, mert nem volt drága, tehát nem 10.000 forintokba került, ez is ilyen 5 vagy 6.000 forint volt, most pontosan nem tudom. Kínából is egy ilyen táp legalább ilyen 3.000 forint körüli áron, 3-3.500 forintért jönne meg, és az igazság, hogy sokkal jobb minőségű ez, mint ami esetleg Kínából megjön. Ha Kínából ilyen tápot próbálok venni, az szintén majdnem ugyanezeken az árokon jön be meg, úgyhogy végülis megvettem, és ugye valószínűleg ez a táp lesz, ugye majd ezt tervezem, hogy ezt a tápot fogom belerakni magába ebbe a floppy meghajtóba. De rakjuk össze és nézzük meg, hogy mi történik. És akkor összeállítottam ugye magát a meghajtót, összeraktam mindent, és nézzük meg, próbáljuk meg elindítani, hogy milyen lesz. Ugye annyit még megteszek, hogy rárakom ezt a kart majd ide a floppy meghajtóra, könnyebb legyen lehajtani, meg majd ugye tegyünk bele egy lemezt. Ugye be van kapcsolva a monitor. Most első körben az lesz, hogy bekapcsolom a számítógépet, hogy elindul a számítógép, nagyon jó, és most pedig bedugom magát a tápot, és nézzük a floppy meghajtó, mi történik. Motor elindult, motor megállt, hibajelzés nincs, power LED világít. Eddig ez nagyon biztató, veszünk egy floppy lemezt, megnézzük, hogy ezzel a floppy lemezzel mi történik. Ugye berakjuk a floppy lemezt. Ugye emlékszünk, hogy a fej össze-vissza mozgott. Hiba nincs. És akkor nézzük meg egy directory-t, hogyha kérek tőle. Hibátlan, gyerekek. Beolvasta, ott van. Egy-egybe látjuk, hogy beolvasta magát a lemezt. Tökéletesen úgy néz ki, hogy működik. Most annyit csinálok, hogy kikapcsolom a gépet. Újra bekapcsolom. Nagyszerű, és akkor elindítunk egy formázást, megnézzük, hogy a format működik-e rajta. Ugye ez az első dolog, hogy megy-e a format ezzel a történettel. Ugye beírom azt, hogy hi, enter, are you sure, igen, yes, enter. És tulajdonképpen most egy formázást indítottam el, fej szépen megy. Úgy néz ki, hogy működik a hibrid IC. Tehát nagyon úgy fest, hogy rendben van. Nyilván most egy teljes tesztet muszáj csinálni magán az egész meghajtón, tehát le kell különböző üzemmódokba is tesztelni, hogy működik-e, de egyenlőre úgy néz ki, hogy működik. Ugye a mechanika teszi a dolgát a zsillettengés fejjel, az elektronika is úgy néz ki, hogy most már talán rendben lesz. Kiírta, hogy ready, directory, és leformázta a lemezt, tehát ez úgy néz ki, hogy ez a része rendben van. Nézzük meg, hogy tudunk-e beolvasni valamilyen fájlt. A motorvezérlés is úgy néz ki, hogy rendben van. Megnézzük ezt a lemezen, hogy ezen a játékokat tudja olvasni. Beolvasta, ugye elárulom nektek, hogy itt a megnézzük, hogy ezzel tud-e valami boldogulni. Most itt nem tudom, hogy a lemezzel van valami baj, vagy és beolvasta, tehát úgy néz ki, hogy ez rendben van. Jó, most akkor annyit csinálok, hogy
átmegyek 64-es üzemmódba. Ugye, és megnézzük, hogy itt beolvassa rendesen. Ugye ezt tovább fognak itt elvileg tartani. Most megmondom őszintén, hogy ezt például azért nézem, mert a lemeznél felmerült nekem egy olyan probléma, hogy valami gond van. És egyébként van ugye a másik 71-es meghajtó, majd mondtam, hogy semmi gond nincs vele. Most úgy néz ki, hogy bár pedig van. Nagyon úgy fest, hogy C64-es üzemmódban nem tudja olvasni a lemeznek az egyik oldalát. Nagyon úgy fest, tehát annál a meghajtónál is valami probléma van valószínűleg az elektronikánál. Úgyhogy per pillanat most úgy néz ki, hogy lehet, hogy ez a mechanika, meg ez az elektronika jobban működik, mint a másik meghajtónál, tehát még valószínűleg azon is kell lesz valamit alakítanom, mert ott is még egy ilyen apró hiba előjött. Betöltötte, nézzük meg, hogy elindul-e a program. Tehát úgy néz ki, hogy a program elindult, tehát fut a játékprogram. Hát most én nem kezdek el játszani, igazából itt ez volt a lényeg, hogy működik a floppy meghajtó, úgy fest. Tehát innentől kezdve most az fog következni, hogy mivel így az előzetes tesztek alapján úgy látom, hogy ez rendben van, most az fog következni, hogy elkezdjük összeépíteni magát a meghajtót, és igazából elkezdem beépíteni magába a házba. Ugye szükség lesz még a tápegységnek az alakítására, ugye itt van a tápegység, ugye őt fogom majd ebbe beleépíteni. Hát ugye itt a tápegységnél még kell lesz nekem valamilyen tartó konzolt készíteni, körülbelül ezen a részen van valahol a tápegység, illetve a tápcsatlakozónak majd muszáj lesz valamilyen csatlakozót kiépíteni. Ugye ez fog most következni, tehát úgy néz ki, hogy hál' Istennek sikerült magát az elektronikát is rendbe rakni, a hibrid IC működik, szerintem nem fogom átforrazgatni, hanem csak egyszerűen valószínűleg valamilyen pici kis akár melegragasztóval, vagy valamivel itt a sarkaknál meg fogom rögzíteni, hogy ne tudjon belőle kicsúszni, és körülbelül ennyi lesz, szerintem nem csinálok vele semmi mást, megáll ez a hibrid IC rendesen így is a foglalatban, elég hosszúak a lábai, tehát szerintem ez így rendben is lesz. Jó, és akkor folytatom tovább a videót. És el is érkeztem ehhez a 1571-es floppy meghajtó összeszereléséhez. Nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi is áll rendelkezésünkre most, hogyan is fog összeállni maga ez a floppy meghajtó. A burkolat az eléggé be volt sárgulva, ezért a burkolatot egy pici retrobrite alá vetettem. Sokkal jobb lett a helyzet, egészen normális állapotba került. Látszik még mindig rajta egy nagyon-nagyon pici enyhe sárgulás, de ez már ezt mondtam a 128 esetén is, ez sajnos ugye előfordul, nem mindig tökéletes maga a retrobrite, de nagyon sokat javított magán az állapotán. Ugye alapvetően a burkolattal szerencsére semmi gond nincs, egy pici helyen van egy lepercenés, ugye ez itt látható ezen a sarkon. Most az az igazság, hogy ezzel nem túl sok mindent tudok kezdeni, nem tudnám szépen pótolni ezt a részt, hogy ez tényleg szép legyen, ezért nem is foglalkozok vele, nem kezdek itt el vele ezzel foglalkozni. Ez egy nagyon picike kis perem, ettől függetlenül ez teljesen rendben van. Amit majd kell még itt alakítanom, ez az az előlap. Ugye itt ezt a picike fület fogom pótolni, ezt valószínűleg egyébként részdrótból fogom meghajtani, tehát hajtok ide egy pici részdrót darabot. Igen, tudom, lehetne 3D nyomtatni és ilyen fület, és akkor itt ki lehetne szedni, és akkor be lehetne ide ragasztani, de az az igazság, hogy én ezt már 64-eknél is megcsináltam, ilyen fülnél, teljesen jó beválik ez a pici részdrótos megoldás. Egyébként az a poén, hogyha nem teszek ide semmit is megáll, tehát akkor sem esik le maga ez az előlap. Ugye ezek ennyi. Ami hiányzott, ugye hiányzott maga a tápegysége. Most ugye alapvetően az történt, hogy nyomtattam egy ilyen keretet. Ugye látjátok, ez ráadásul több színből van, ez egyébként három színből áll ez a keret, de ez azért van, mert maradék anyagokat raktam össze egy tekercsre, ugye maradék anyagokat összeforrasztottam a filamentszálat, és maradék anyagokból nyomtattam, mivel tudtam, hogy az első példány ez biztos, hogy nem lesz tökéletes. Ugye az ember ilyenkor próbálja magát a burkolatból és a meglévő pontokból lemérni a
a megfelelő méreteket, próbál ugye viszonyítási pontokat találni, de ilyenkor sajnos akarva-akaratlanul is vannak pici elcsúszások, és neked az a végeredmény, hogy a nyomtatás után látja az ember, hogy valami 1-2 milliméterrel odébb került, nem tökéletesen passzol. Ez sajnos ilyen esetben mindig így szokott lenni, én ezért szoktam ilyenkor maradék anyagokból ezt kinyomtatni, mert tudom, hogy ez nem fogom tudni felhasználni, és most is ugye így lett, ezt kinyomtattam, ennek alapján pontosítottam a méreteket, és tulajdonképpen megkaptam ezt a tápegységet, amit most már úgy látok, hogy össze is van szerelve. Ugye itt be van rakva maga a tápcsatlakozó, itt egy az eredetihez nagyon hasonlító kapcsoló. Próbáltam úgy csinálni, hogy kívülről legalább úgy nézzen ki, mintha ez teljesen az eredeti táp lenne. De ugye maga egy Minwell táp van benne, ez egy burkolat nélküli táp. Az az igazság, hogy ennek a tápnak valószínűleg sokkal jobb a minősége, mint ami az eredeti táp volt. Habár az sem volt egyébként, mert nagyon egyszerű transformátoros táp van benne, meg két stabilizátor IC, de ez valószínűleg melegedni sem fog annyira. Ez teljesen szint alapjáraton ki fogja tudni szolgálni magát ezt a floppy meghajtót, és akkor szereljük is össze ezt az egységet. Én ezt fogom videózni, és rakom össze. Tulajdonképpen másról nincs is igazából szó. Ugye amit még tudni kell, hogy itt a floppy meghajtóról is hiányzott ugye egy fémkeret. Tehát magáról a meghajtó egységen is van eredetileg egy fémkeret. Sajnos ez nincsen meg. Ennek nincs is jelentősége ennek a fémkeretnek igazából, ennek annyi jelentősége lenne, hogy itt kellett két tartófület nyomtatnom ide a mechanika aljára, amin tudom rögzíteni magát a mechanikát, hiszen az eredetileg egy fémlemez van alul, és van felül egy fém burkolat rajta. Ezen nincsen, igazából ez a működést nem fogja befolyásolni, én azt gondolom. Teljesen jó fog működni, most még azon gondolkoztam, hogy tegyek-e a burkolatra valamilyen árnyékolást ide fölülre, de az az igazság, hogy nincsen erre szükség, tehát én azt gondolom, hogy ez nem fog semmiféle nemű problémát okozni magának a floppynak a használatába. Azért szokták talán rárakni ezt a fém burkolatot, hogyha floppy lemezt berak az ember, akkor nehogy valami úton módon valami mágneses dologtól esetleg mágneseződjön a floppy lemez, de hát az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy ezzel nem lesz gond. Úgyhogy ennyit így a felvezetésről, és ezek után pedig nekiállok, szerelem össze, és tulajdonképpen, ha minden jó lesz, akkor az összeszerelés után jöhet egy végső teszt, és meglátjuk, hogy sikerült helyreállítanom ezt a floppy meghajtót. Nos, és elkészült maga a floppy meghajtó, láttátok az összeszerelést. Igazából, amiket bemutattam részegységeket, azokat tulajdonképpen csak össze kellett csavarozni. Igaz, ahogy elmondtam, hiányzik belőle az egy-két ilyen árnyékoló lemez, de hát ugye ezeket nem nagyon tudtam pótolni, de szerintem ezzel nem lesz igazából probléma. Készítettem ide egy sima nyomtatott, fotópapírra nyomtatott kis címkét is, ami úgy néz ki, mint az eredeti, hogy ugye ez is mutasson rajta, és azt gondolom, hogy egyébként egész jó állapotú így maga kinézetre ez a meghajtó, és akkor most próbáljuk is ki, hogy tulajdonképpen
hogyan is működik, mennyire működik maga ez a meghajtó. Ugye alapvetően azzal kezdünk, hogy bekapcsoljuk. A meghajtó az teljesen normálisan indul úgy, ahogy szükséges, bekapcsolom a számítógépet is, ugye elindul a monitoron a gép, és akkor ugye kezdjük azzal, hogy ugye teszünk bele egy lemezt, és megnézzük, hogy hogyan olvassa magát a lemezt. Ugye kezdjük azzal, hogy van itt egy ilyen játéklemez, ez 1571-es géphez van készítve a lemez. Ugye alapvetően ez a lemez egyébként C64-es játékokat tartalmaz, de igazából ugye a mind a két oldala meg van formázva a lemeznek. Nagyon szépen listázza magára a Directory-t, tehát ezzel semmi gond nincs. Igazából itt ki lehet próbálni, hogy a 1571-es módban mondjuk mennyire gyorsan olvassa be. Ugye például ezt a játékot itt elkezdem beolvasni. Halljuk, hogy olvas maga a fej, és be is olvasta magát a játékot. Ugyanezt itt most nem tudom elindítani, mert ugye ez C64-es játék, tehát ugye ezt a programot csak C64-es módban tudom elindítani. Megnézhetjük ott is, hogy hogyan működik. Ugye ehhez semmi más nem kell, csak ugye átmegyek egy Go64-es módba. Ott újra beolvasom a könyvtárszerkezetet. És ugye ilyenkor egyébként azt tudni kell, hogy most a meghajtó 1571-es módban működik C64-jel. Tehát ez azt jelenti, hogy ez esetben tudja olvasni a lemeznek mind a két oldalát. Egyszerre. Ugye ezt onnan is észrevesszük egyébként, hogy beolvas minden programot, illetve, hogyha berakunk egy lemezt mondjuk megformázni, akkor itt bizony megformázza rendesen ugye a 360 kilobájtos méretre megformázza magát a lemezt. És ugye tud is olvasni, na most ugye a nagyon egyszerű ugye fájlrendszere magának a Commodore-oknak, ugye az első oldalra, ami a 1541-es oldal, ugye a programok, hogyha a listában megnézzük, az első programok kerültek, a második oldalra kerülnek ugye az utolsó programok, tehát hogyha itt én a végéről olvasok be valamit, akkor az már a második oldalról működik. Ugye ezzel tudjuk is ellenőrizni egyébként, hogy működik a kétoldalas lemezolvasás. Ez a másik meghajtónál lesz probléma most, úgyhogy azt majd még meg fogom nézni. És akkor nézzük meg, hogy be tudja olvasni. Itt ez egy viszonylag rövid programot próbálok vele beolvastatni. Hopp, sikerült elírnom. És olvassa. Ugye a másik meghajtó ez esetben egyébként, ami elvileg úgy nézett, hogy jó, az ilyenkor hibát dob, tehát hogy ugye ott valami probléma van még. Ugye halljuk, van ez a nagyon pici halk, nyikorgó hang, ugye ezzel nem tudtam igazából mit kezdeni. Van egy ilyen kis nyikorgó hangja a motornak, de ettől függetlenül egyébként olvassa rendesen a lemezeket. Természetesen én fogok még egyébként különböző teszteket elvégezni magán a meghajtón, tehát van ilyen tesztprogram, és egyébként beolvasta magát a lemezt, hogyha én ezt egy RAN-nal most elindítom, akkor látjuk, hogy indul maga a program, tehát működik az olvasás, ezzel semmi gond nincs. Nyilván ki fogom próbálni azt is, hogy például formázni, hogyan tudja magát a lemezeket, ugye ezt is megnézhetjük. Kiveszem a lemezt. Az érzékelés működik, mert ilyenkor megáll. Ugye ez egy üres lemez. Pontosabban lehet, hogy van rajta valami. De hát így van, üres. Most, hogyha én ezt leformázzuk, nézzük meg, próbáljuk meg úgy leformázni a lemezt, hogy 1541-es módban működik a formázás. Ugye ez a következőt kell csinálni. Le kell kapcsolni a meghajtót, ki kell kapcsolni a gépet. Bekapcsolom a számítógépet. Elnézést, nyomom a Commodore gombot és úgy kapcsolom be a számítógépet. És majd ezek után most kapcsolom be a floppy meghajtót. Ha ezt ebben a sorrendbe végezzük, akkor a floppy meghajtó automatikusan 1541-es módban kell, hogy elinduljon. Nézzük meg egy formázással, ugye, hogy mi fog történni. Ugye egy open 15 vesző 8 vesző 15, és azt mondom, hogy print $15 vesző new 0
kettős pont, mondjuk diszk, vesző, 0-1. Elindul a formázás. Close 15. És ugye megvárjuk a kurzort. Ugye most ez eltart egy darabig. Tulajdonképpen most, hogyha minden jól megy, akkor elméletileg ugye 15-41-es módban kellene leformázni a floppy lemezt, azaz körülbelül ilyen 700 blokknak kellene lenni szabadon majd, miután a lemezt leformázta. Meg fogjuk nézni, elvileg ilyenkor a sebesség is ugyanolyan, mint egy 15-41-nek. Várjuk meg és nézzük meg, hogy mi lett az eredmény. Elkészült a formázás, nézzük meg. Load. List. És mutatom nektek, hogy nem csalás, nem ámítás. Rá közelítök a monitorra. Hogy ugye lehet látni, hogy 664 block free. Tehát ugye látszik, hogy ez ilyenkor, ebben a formában, ugye most 15-41-es módban működött a meghajtó. Tehát természetesen ilyenkor meg tudnánk azt is tenni, hogy ugye megfordítjuk a lemezt. Ugye ahhoz annyit kellene tudni, hogy ugye a lemezen ki kellene vágni itt a túloldalt és ezt a picike kis hézagot. Ugye van itt ez a kis rés. Ha kivágjuk a lemezen egy picik szikével vagy késsel, régen lehetett kapni ilyen kiszúrót, amivel ezt ki lehetett szúrni, akkor ugye meg lehet fordítani a lemezt. És ugye ezt ugye, tudhatjuk, hogy a DD-s lemezeket a 15-41-ben ugye mind a két oldalát tudjuk használni. Ugye a 15-71-nél, mivel kettő fej van, tehát mind a két oldalát tudja a lemeznek használni, ha 15-71-es módban használjuk a meghajtót, akkor viszont mind a két oldalát tudja írni, és ugye egyben is látja ráadásul, tehát ugye nem külön-külön lemezként látja, hanem egyben látja az egész területet. És akkor nézzük meg most a 15-71-es módban hogyan működik. Megnézhetjük amúgy Commodore 64-el is, de most én azt az igazság, hogy ugye inkább a C128-as módban fogom kipróbálni ugye a lemezt, mert gyorsabb egy picit a formázás. Ugye berakom a lemezt vissza, nyomok egy resetet a számítógépen, elindítom ugye a C128 módban. Mivel a gép be volt kapcsolva a floppy meghajtó, és újra szeteltem a gépet, ezért most automatikusan 15-71-es módra átkapcsolt maga a meghajtó. És hogyha most kiadjuk a format parancsot, most hogyha kinézzük a directory-t, akkor ugye 664 block free ír ki. És nézzük meg itt a formázást, ugye itt másképp kell, ugye megtörtént, nyomok egy directory-t, és ugye mutatom nektek újra. Remélem a kamera rá is tud fókuszálni, ugye lehet is látni mind a két formázást, ugye, hogy alul látszik, hogy 1328 blokk, tehát ugye mind a két oldalát megcsinálta magának a lemeznek. És én azt hiszem, hogy ez a videó ennyi volt, így is elég hosszúra nyúlt maga ennek a meghajtónak az elkészítése, de mint láttátok, hál' Istennek sikerült megmenteni ezt a meghajtót, és teljesen üzemszerűen és jól működik. Ilyenkor fel szokott merülni a kérdés, szerintem sokakban, hogy mennyi az annyi. Hogy megérte ezt a meghajtót egyáltalán megjavítani, és egy kis összegzést tegyünk itt a végére, hogy mégis megéri-e foglalkozni egy ilyen roncs meghajtóval ez esetben. Azt leszögezném, hogy mondjuk úgy, hogyha ez a meghajtó nem egy 15-71, hanem mondjuk egy 15-41-es meghajtó, abban az esetben azt elmondhatjuk, hogy egyáltalán nem éri meg. Anyagilag semmiféleképpen nem éri meg megjavítani. Maximum olyan téren éri meg megjavítani mondjuk a 15-41-et, hogyha saját felvállaljuk azt a dolgot, hogy még a költséget és a pénzt nem kímélve is megmentsünk egy ilyen egységet a jövő számára. De nézzük is át mondjuk egy 15-71-nek. Ugye kezdjük azzal, hogy mennyit is ér egy 15-71 jelenleg. Elég nehéz belőnni az árát, mert nagyon nem mindegy, hogy külföldön nézzük meg, vagy Magyarországon. Nyilván, mivel Magyarországon vagyunk, én azt gondolom, hogy a magyar árakat érdemes figyelembe venni. Ha tippelnem kellene, akkor azt mondanám, hogy olyan 30 ezer forinttól indul az ára fölfelé, 40-50 ezer. Ha be kellene lőni az árat, azért inkább a 40 ezer forint környékére tennék egy jó állapotban lévő, hibátlan működéssel bíró 15-71-et. De mondjuk egy dobozos változat, ami tényleg megvan, minden tartozik, tápegység, akár az 50 ezer forint is lehet. Igaz, nem olyan rég például láttam az egyik Facebook csoportban, hogy ilyen 21-nehány ezer forintért sikerült valakinek eladni egy ilyen meghajtót. Én azt gondolom, hogy egyébként az az eladás, így ha az én véleményem lenne, az áron alul történt, mert ha feltéve, hogy teljesen jól működik a meghajtó, mert attól azért ez a drive többet ér véleményem szerint. Alapvetően azt tudni kell, hogy ugye ezt a meghajtót én alkatrésznek vásároltam teljesen roncsként. Láttátok is, bemutattam a videóban, hogy rendkívül hiányos volt. Ugye a mechanikáját tulajdonképpen teljesen használhatatlan állapotban volt.
tulajdonképpen ezt a mechanikát. Én úgy gondolom, hogy ha nem hozzám kerül, akkor valószínűleg ezt vagy szétbontják, vagy valahová nem tudom hová kerül. Szerintem, ha csak valaki nem tudott volna hozzá egy komplett 1571-es fejet keríteni, de ez eléggé nehéz művelet lett volna. Tehát a mechanika az igazából eléggé használhatatlan volt. Az elektronika is hiányos volt, ugye hiányzott belőle 2 darab IC, és ráadásul az egyik IC nem is egy olcsó integrált áramkör, de a burkolata tulajdonképpen egyben volt. Én ezt így egyébként 10.000 forintért vásároltam, ha jól emlékszem pontosan, de valahogy ebbe az ár kategóriába kell, hogy tartozom. Ugye láttuk, hogy magát a floppy meghajtónak a mechanikai egységéhez tulajdonképpen csak munka kellett, ott igazából anyagot nem kellett számolnom, csak ugye a kézügyesség, a munka, meg az átgondolás, hogy ezt hogyan lehet kivitelezni, meg némi szerencse is tegyük hozzá, kellett ezt, hogy a mechanikát rendbe tudjam tenni. Az elektronika az már más tészta, ott már kellett azért költségekkel számolnom, hiszen hiányzott belőle a maga a CIA IC. Ugye a CIA IC-nek az árát ugye ebbe egy 65-26 kell, vagy egy 85-20, mind a kettő teljesen jó bele. Én most per pillanat egy 85-20-at tettem bele. Ugye a 1581-es meghajtókhoz nekem van egy pár darab belőle, és ugye ebből került bele. Ugye ennek az árát, ha megnézzük, szintén, hogyha a külföldi árakat nézzük, 8-10 vagy akár még a fölötti árakat is elkérnek egy ilyen CIA IC-ért. Én azt gondolom, hogy a reális ára mondjuk Magyarországon ilyen 6-8 ezer forint közé lehet tenni egy CIA IC-t. Ugye nagyon érdekes, mert hogyha mondjuk egy bontásból szétbontunk akár egy C64-et, akkor ha szerencsénk van, akár két működő CIA-t is ki tudunk belőle szedni. Ugye per pillanat, ugye, de ez az a helyzet, amikor egyben egy gép lehet, hogy olcsó, sőt biztos, hogy olcsóbb, mint ha alkatrészenként vásárolnánk össze. Tehát ha én azt mondom, hogy a CIA IC értéke egy 6000 forint, ha tehetjük itt Magyarországon, akkor én azt gondolom, hogy talán ezért az összegért sikerülhet szerezni Magyarországon egy CIA IC-t. Tehát ez 6000 forint, tehát tegyük mondjuk 16000-re ezt a költséget. Ugye kellett bele, utólag kiderült ugye még egy logikai IC, beleraktam egy jó pár magáfoglalatot, ugye IC foglalatot, illetve kellett bele egy EEPROM, amit felprogramoztam. Most összességében ennek az értéke az 1000 forintot sem éri el. Ugye EEPROMot viszonylag olcsón lehet szerezni Kínából vagy bárhonnan, ugye nem is kellett bele a nagyon különleges EEPROM, ugye ez a 27C512-es EEPROM van benne, nem egy beszerezhetetlen alkatrészről beszélünk, pár száz forint igazából. Tehát ez mondjuk egy 1000 forint, tehát legyünk tűnjük 17000 forintnál. Ugye utólag kiderült, hogy tönkrement benne ez a hibrid IC is, ugye aminél megint egy nagy fejfájást okozott nekem első látszatra, vagy első nézetre, hogy honnan fogok ilyet szerezni. Nos, valószínűleg ezt is lehetne szerezni olcsóban, én nekem ezt sikerült Magyarországon vadonatújonnan boltból vásárolni, ilyen 5000 pár száz forint környékén, ez egy vadonatúj integrált áramkör. Azt gondolom, hogy lehet, hogy bontásból is lehetett volna akár egy 3-4000 forintért ilyet szerezni, ha valakinek van ilyen, de nyilván arra valószínűleg lehet, hogy várakozni kellett volna, vagy szerencsés is kellett volna hozzá. Tehát számoljuk itt is mondjuk az 5500 forintot, ugye 17000-nél tartottunk, tehát ez 22500 forint per pillanat. Ugye ezen túlmenően, ami még kellett, az maga a tápegység volt. Ugyan a tesztek alatt is ezzel a nagyon picike kis tápegységgel használtam, ez a pici kínai kapcsolőüzemű táppal, és láthattuk, hogy egyébként működik és elbírta a táp, de hosszabb távon azért én úgy gondoltam, hogy ez a pici táp nagyon-nagyon ki lenne hajtva ezzel a meghajtóval. Nem azt mondom, hogy én ezt a meghajtót annyira sokat fogom használni, mert valószínűleg nem, de azért úgy gondoltam, ha csinálunk valamit, akkor azt legyen megcsinálva úgy, hogy tényleg üzembiztos legyen. Kínából lehetett volna ilyen tápegységet ilyen 3-4 ezer forintért is szerintem vásárolni, vagy még olcsóban, csak ugye nem akartam várni a postára, és ezt is találtam Magyarországon, ráadásul minvel tápot találtam, tehát egy nagyon jó minőségű tápot, 5000 forintért vettem meg ezt a tápegységet, tehát ez még belement, tehát így tulajdonképpen 27500 forintra tehetjük. Igazából az a pár darab csavar, ugye esetleg a retrobrite-hoz, ha felszámoljuk a hidrogén peroxidot, láthatjuk, hogy tulajdonképpen azért mondjuk a 30000 forintot alulról súrolta a bekerülési költség, és azért persze itt nem számolom a munkát, ami benne van. Tehát, hogyha ezt vesszük alapul, akkor azt gondolom, hogy mondjuk saját magamnak mondhatom azt, hogy nem volt veszteséges a dolog, mert árában van ez a meghajtó. Tehát igazából elmondhatom, hogy nem, magát az éppen aktuális értékét nem ért el a javítási költség még így se. Nyilván, hogyha ezt nem magamnak csinálom, akkor bizony ez valószínűleg gazdaságtalan javítás lett volna. De igazából én nem is ezt az összegeket számoltam, megmondom őszintén, tehát menet közben, amikor csináltam, én nem az összegekkel foglalkoztam, és nem a pénz
mozgott körülöttem, hanem én mindenféleképpen szerettem volna, ha egy mód van rá megmenteni ezt a meghajtót, mert azt gondolom, hogy megérdemelte, hogy megmentődjön. Így ez nem a bontásra került, nem valami süllyesztőbe, roncsként került hasznosításra, hanem újra visszatért az élők sorába, és teljesen jól tud működni. Úgyhogy ennek én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sikeres lett így maga ez a videó, meg ez a projekt. És el is fogok tőletek köszönni, hogy összejön a szokás a szöveg, hogy a támogatásról, ha tudtok támogatni, akkor azt nagyon szépen megköszönöm a lentebbi módokon, vagy bármilyen más formában is szívesen fogadom. Egyébként nagyon örülök, hogyha megnézted a videót, hogyha nem vagy feliratkozva és tetszett ez a tartalom, akkor iratkozzál föl, lájkold a videómat, én pedig elköszönök tőletek, sziasztok!